részben új funkciókat kap a megújult szerelő, hegesztő és esztergályos épület, ezen a fehérgyarmati gazdasági területen. Az épület egyik részében megmarad a szerelő műhely, míg a másik részében non-profit, közösségi célú szolgáltatóházat alakítanak ki. A város tulajdonában lévő területen eddig használaton kívül álltak az épületek, most ezeket korszerűsítették, hogy azokat bérbeadják különböző vállalkozásoknak. Ez a program, amelyet elindítottunk, ez segíteni fog abban, hogy ide tényleg vállalkozások érkezzenek, hiszen nem nagyon mertek befektetni ebbe a térségbe, de ha mi megadjuk azt a üzemi területet, amely szükség a vállalkozás, szükséges a betelepülő vállalkozások számára, akkor szívesen jönnek, hiszen itt még van munkaerő, és igazából nem igényel olyan mértékű befektetés, mintha itt egy komoly gyárat vagy üzemet kellene építeniük. A település fejlődését további beruházások is segítik, az utóbbi időben jelentős mértékű hazai és Európai Uniós forrás érkezett ide. Ide érkezett egy jelentős hazai forrásból támogatás, hiszen egy református iskola épül 21. századi stílusban, ami nagyon komoly magyar állami segítséget jelent, de azért büszke vagyok arra, hogy ezen kívül az Európai Uniós toppos, VP-s, EFOP-os, KEHÖP-os, KEFÖP-os pályázatokból is közel 4 milliárd forint támogatást kapott a város. Az Európai Unió és a magyar kormány a terület és település fejlesztési operatív programon keresztül közel 1400 milliárd forinttal támogatja a magyarországi települések fejlesztéseit, hangzott el Sanda Tamás beszédében. Az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár kiemelte, a programmal a vállalkozások és a lakosság számára kívánnak vonzó környezetet kialakítani, így segítve a helyi gazdaság fejlődését és növelni az elhelyezkedési lehetőségeket. Ebben a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már több mint 2000 nyertes pályázattal rendelkeznek a különböző pályázók, és ez több mint 300 milliárd forintnyi fejlesztési forrást jelent. Ezek a fejlesztések nagyon sokszínűek és nagyon sokrétűek, hiszen Európai Uniós és magyar fejlesztési források jutnak a szociális intézmények megújítására, a köznevelési intézmények megújítására, az egészségügyi tereknek a felújítására, megújítására. Sanda Tamás hozzátette, az infrastruktúrális fejlesztések mellett a képzéseket és az új típusú szolgáltatásokat is támogatják, ezzel segítve a megyében élők versenyképességét a munkaerőpiacon.